Az akkumulátorgyártáshoz nagyjából semmi nincs itt Magyarországon, ami szükséges lenne. Importáljuk a technológiát, importáljuk az energia nagy részét. Azt gondolom, hogy számít, mert azt gondolom, hogy az lenne a normális, hogyha az állam elszámolna azokkal az adófizetői pénzekkel, amiket elkölt egyes tevékenységekre. Nem látom, hogy ennek jó végkimenetele lenne. Ez bezárja Magyarországot a közepes jövedelem csapdájába. 2023 egyik legkomolyabb gazdasági hírei az akkumulátorgyártás Magyarországi kialakításáról szóltak. Hallhattunk helyi tiltakozásokról, emellett pedig párhuzamosan a kormány legalábbis kommunikációs szinten stratégiai ágazattá nyilvánította az akkumulátorgyárak ügyét hogy ez milyen következményekkel, kockázatokkal, hatásokkal jár, mind a lakosságra, mind pedig a magyar gazdaságra. Erről beszélgetek Györfi Dórával, aki közgazdász, politológus, és most már évek óta a magyarországi és egyébként a nemzetközi akkumulátorgyártásnak a hatásaiban foglalkozik. Köszönöm, hogy fogadta a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást. Hát induljunk egy picit messzebbről, a Gödi Samsung gyárról, hiszen azt gondolom, hogy ennek a gyárnak a, a megépülése és az azóta tapasztalt körülmények a legnagyobb oka annak, vagy legnagyobb kiváltója annak, hogy amikor bejelentették például a debreceni akkumulátorgyár felépítését, akkor hatalmas volt a helyiek tiltakozása. Mit lehet ott tudni, milyen tapasztalatok vannak, mi volt a helyiek problémája, vagy mi a helyiek problémája a Gödi Samsung gyárral? A gödiek nagyon sokáig nem is tudtak arról, hogy az ő településeken akkumulátorgyár működik. Talán a második részlegnek az építésénél, amikor kellett egy egy környezetvédelmi engedélyeztetés, akkor döbbentek rá, hogy náluk, náluk egy ilyen gyár ö, működik, és és nagyon rossz tapasztalataik lettek a következő években, amikor ez a gyár folyamatosan ö, terjeszkedett. Tehát, hogy rendkívül megnőtt a, a zajszint a településen, rendkívül megnőtt a teherautóforgalom, és egyre inkább jöttek olyan hírek, hogy, hogy szennyezés kerül ö, a talajba illetve a vízbe, és talán a, a legkomolyabb problémát az, az akkor talán tavaly tárták fel, amikor a vízszennyezési adatokról kértek adatokat, a cégtől, akkor ezt nem voltak hajlandók kiadni, és, és, és kiderült, hogy még a monitoring kutat is bezárták, miközben helyi civil szervezet, a Gödért Egyesület kimutatta ezt az NMP nevezetű oldószert a talajba, ami magzatkárosító hatású, és ez nagy valószínűséggel az akkumulátor gyárból került, került ki ott, ott a helyi talajvízbe, talajba. Talán 6000-en dolgoznak abban a gyárba, és 100 aki gödi helyi lakos, a többiek jóval távolabbról járnak be, tehát igazából ők nem látják ennek a gyárnak jóformán semmilyen előnyét. Ami leginkább megütötte a fülemet ebben, amit most elmondott a gödi esetről, az az, hogy hogyan lehet betemetni egy olyan kutat, ami arra hivatott, hogy a hatóságok, vagy az arra delegált szerv ellenőrizhesse a víz minőségét, pontosan azért, mert feltételezhető, ha nem is tudható, de feltételezhető, hogy ilyen típusú problémák előfordulhatnak egy akkumulátorgyár közelében. Tehát hogy történhet ez meg? És ez nem áll naív kérdés, mert én azt gondolom, hogy az ilyen típusú uh, méréseket, ezeket el kell végezni. Na most egy betemetett kutnál ez az én ismereteim szerint bajos. Ugye ezt tudjuk az elmúlt évtizedből, hogy a, a környezetvédelem az nem igazán a kormányzat kiemelt ö, programpontja. A hatóságok függetlensége minden területen ö, megkérdőjelezhető, és ö, amikor egy stratégiai ágazat érdekeit kell képviselni, akkor a cégek sokkal erőteljesebbek, mint a helyi társadalom. várható egy bármilyen fejlemény, vagy ahhoz a, mind a kormánynak, mind a szabályozó szerveknek kellene másképpen működnie? Tehát az akkumulátoriparág iparág, az, egy, az Magyarországon stratégiai iparágá tette a kormányzat. Uh, ahhoz, hogy ezek a cégek ide települjenek, ahhoz hát számukra kedvező feltételek szükségesek, ezek a számukra kedvező feltételek, ez a hatalmas uh, állami támogatás. Tavaly tavasszal a G7 egyik újságírója kihozta azt, hogy minden egyes akkumulátoripari munkahely a 64 milliós kormányzati támogatásban részesül, tehát ez az átlagbér kb. 10 évre előre kifizetik ezeknek a cégeknek, emellett pedig biztosítják a nagyon a munkavédelmi és a nagyon a környezetvédelmi szabályozásokat, és miután az elmúlt években beruházások nagyjából, tehát a külföldi működőtőke beruházásoknak lassan 70-80 százalékra ebbe a szektorba érkezik. Ez azt jelenti, hogy Magyarország kiszolgáltatja magát ezeknek a cégeknek, és amikor csak egyetlen szektorra próbál építeni a kormányzat, akkor ennek az a következménye, hogy nagyon megnő a, a, ennek a szektornak a befolyása a döntéshozatalra, és, és éppen ezért, hát én őszintén szóval nem várom, hogy a környezetvédelmi szabályozások olyan nagyon erőteljesen szigorodni fognak. Mondjuk ki, hogy 2010 óta az autóipar az, ami a leginkább fejlődő, fejlődik vagy fejlődőképes Magyarországon, tehát hogy ebbe beletartozik mind a, a járműgyártás, mind most pedig már az elmúlt években az akkumulátorgyártás. Ennek mennyi a valódi gazdasági haszna? Mert hogy valóban van egy egylábonállás, van, van egy hatalmas kitettség, de amíg mondjuk a 2010-es évek végéig, Arról volt szó, hogy különböző német és más, de egyébként európai autogyártók telepítettek ide különböző gyárakat. Most azt látjuk, hogy ezek jellemzően távol-keleti tulajdonú cégek vagy gyárak. Ez azért is érdekes, mert az európai gazdaságok többsége a távolodást választotta Kínától, vagy a távol-keleti országoktól. Magyarország egy más politikát folytat. Megéri ez? Vagy megérheti ez? Mi látszik most a számokból? Tehát mennyire turbózza ez fel a magyar gazdaságot? Szerintem egyáltalán nem éri meg, és ami látszik a számokból, csak egyetlen számot mondok, 2022-ben a, a, magyar háztartási fogyasztás bulgári után a legalacsonyabb volt az Európai Unió átlagában, tehát a magyar ö, lakossági fogyasztás az 71%-a volt az uniós átlagnak, a bulgár az 69% 000, 2023-ban a magyar lakosság fogyasztása az visszaesett körül 3%-kal, a bolgár fogyasztás ugyanennyivel nőtt, tehát ez azt jelenti, hogy a magyar lakossági fogyasztás az Európai Unióban legalacsonyabb jelenleg nagy valószínűséggel a számok szerint. Tehát nagyjából ennyire sikeres ez a politika, uh, hogy bőven. Ennek az sok más eleme is van. Ez biztos, hogy sok más eleme van, csak, csak ez, ez mégiscsak egy jelzés, és akkor ehhez hozzáadódik, hogy ez a helyzetem még ront. Az a stratégia, ami, ami most, amit most választ az akkumulátorgyártással a kormány. Ö, ennek az indokai a következők. Az akkumulátorgyártáshoz nagyjából semmi nincs itt Magyarországon, ami szükséges lenne. Importáljuk a technológiát, importáljuk az energia nagy részét. A, a, a víz az mindig kérdéses, ez rendkívül vízigényes tevékenység, és 2022-ben Debrecenben ez azért is okozott akkor a felindulást, mert az volt az a rendkívül a szályos év, aki, amikor tényleg mindenki szembesült a klímaváltozás várható következményeivel. A 23-as év nem volt annyira a de ezek az a periódusok ezek, 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 ismétlődhetnek. Emellett munkaerőhiány is van, és, és a migráció ellenes kampányok után most már a kormányzat arról beszél, hogy Hány százezer vendégmunkást szükséges fogadni, és akkor ezek ázsiai vendégmunkások, akik ide jönnek Fülöp-szigetekről, Vietnámból, Mongóliából, korábban már voltak itt Ukrajnából. És ami még lehetőség lenne, az az, hogy a magyar cégek bekapcsolódnak ebbe az akkumulátor értékláncba, de ezt sem látjuk. A, a, nemzeti akkumulátor stratégia nem is vár ilyet, és, és amit, amit, most látunk az az, hogy amikor ide települ egy akkora cég, mint a CETL, akkor, akkor azzal párhuzamosan érkeznek vele a beszállítói is, tehát hogy még a műanyag elemeket is egy külföldi működő tőkével alapított cég gyártja, és nagyon fontos, hogy ezeknek a cégeknek a kormányzat megadja azt az elképesztő mértékű állami támogatást, amit a, amit a CETL nek is megígért, tehát ennek nagyságrendje az, 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 az illusztrálja az, hogy egy 10-15 közvetlen támogatás készpénzben a beruházása, tehát ez, ez adófizetői pénz, elvileg a foglalkoztatás bővítésére, de most már egyre inkább adják ezeket a direkt támogatásokat, anélkül is, hogy foglalkoztatás bővülésről beszélhetnénk, és emellett ezeknek a, cég szám, ezeknek a cégek számára megépítik a, a szükséges infrastruktúrát, tehát ez közlekedési infrastruktúra, elektromos áramhálózat, gázhálózat, és és nagyjából igazából nincs nagyon magyar hozzáadott érték. A nyersanyagokat szintén mint importáljuk, ami azt jelenti, hogy az itthon gyártott, Magyarországon gyártott akkumulátorok értékében mondjuk 80%-nyi az import és éppen ezért még a, még a nettó export hatás is, is, is kérdéses ezeknél, a, ezeknél az akkumulátoroknál. És akkor, akkor mi marad Magyarországon mindebből? A szennyezés az biztos, tehát adjuk a helyszínt, meg, meg adjuk a vizet, és akkor ezen túlmenően a, a profitot a cégek kiviszik, de nagyon fontos, hogy ez a gyártási folyamat, és, és van az úgynevezett görbe, ami azt jelenti, hogy a, a kutatásfejlesztés, az értékláncnak a kiépítése, illetve az értékesítés és az értékesítés utáni szolg, ö, szolgáltatások azok, amik igazán nagy hozzáadott értékkel bírnak. Tehát a, a legkisebb profit a gyártáson van, de miután ezek külföldi cégek a, a profitot kiviszik, és emellett még, hogyha magyarok dolgoznának itt magyar fizet, magas fizetésért, akkor, akkor ugye azt itthon elköltik, akkor az is egy többlet a gazdaság számára, de miután itt vendégmunkások dolgoznak, akik azért jönnek ide két évre, hogy minél többet hazautalhassanak a családjuknak, ő kapnak étkezés, szállást, nagyjából el vannak szigetelve, és lehetőleg napi 12 órát dolgoznak, tehát nem, nagy valószínűséggel nem Magyarországon költik el a, a, a jövedelmüket, így, így nagyjából ami itt marad az a, az, a, az, a, az a szennyezés, és hát elég átláthatatlanok a szerződések, tehát nem tudjuk, hogy hogy, hogy hogy mennyi és hány évre kaptak, adó, kapnak adókedvezményt. De az biztos, hogy a kormányzat még adós azzal a számítással, ami azt mutatja be, hogy ez, ez, ezek az irtózatos állami támogatások. Tehát most már a, a, a költségvetésben az adófizetők pénzének 8-10%-át most már arra költik, hogy ilyen gazdaságfejlesztő. Gazdaságfejlesztést indukáló támogatásokra, és a kormányzat adós azokkal a számításokkal, amik azt bizonyítják, hogy a magyar adófizetők számára belátható időtávon megtérül az a rengeteg költségvetési támogatás, amit ezek a cégek kapnak. Bocsánat, nem akarok közbeszólni, de most mégis meg kell, hogy tegyem, mert hogy adós ezekkel a számokkal, ha csak a Budapest-Belgrád vasútvonalra gondolunk, amelyről publikus, hogy soha nem csak a mi, hanem a, a legszőlejsebben kimondható szép unokák leszármazóinak sem fogja soha visszahozni ezt a befektetést, amiből ez felépül, akkor tulajdonképpen számít ez, hogy majd egyszer kijön az a, az a hogy nem, nem éri meg? Azt gondolom, hogy számít, mert azt gondolom, hogy az lenne a normális. Hogyha az állam elszámolna azokkal az adófizetői pénzekkel, amiket elkölt egyes tevékenységekre, és tudnánk azt, hogy, hogy mi indokolja ezeket a hatalmas támogatásokat, és az, hogy ez nem szokás az elmúlt évtizedben, az nem azt jelenti, hogy ez normális. Tehát azt gondolom, hogy folyamatosan számon kell kérni ezeket a számításokat, és ezek a számítások nem léteznek. Én a tavalyi közgazdasági szemlecikkemben, ami 23. márciusában jelent meg, abban próbáltam egy, egy nagyon leegyszerűsített számítást végezni, hogy mondjuk a, a Gödi Samsung támogatása e, mikor térül meg, és hát attól függően, hogy milyen feltevéseket e, használtam, tehát ilyen 7 és 17 év közötti eredményre, e, eredményre, jutottam. Tehát, hogy új munkahelyeknek számoljuk -e ezeket a munkahelyeket, vagy, vagy figyelembe vesszük e azt, hogy, hogy igazából még azok a magyarok is, akik itt fognak dolgozni, azok nem munkanélküliek voltak, hanem már dolgoztak valahol. Tehát, tehát igazából csak a esetleges többletjövedelmük az, ami, amit, amit, számolni kell, és hogy hány százalék vendégmunkással számolunk, tehát, tehát ilyen típusú feltevésekre érzékeny a, érzékeny a, számítás, de minden esetre hát nagy valószínűséggel ez bőven tíz év múlva térül meg, ami azt jelenti, hogy addigra már lehet, hogy egy teljesen más akkumulátor technológia lesz, tehát a kormányzat az adófizetők pénzéből jelentős technológiai kockázatot vállal át ezektől a cégektől. Egy picit nézzük meg a számokat. Ugye azért is nehéz ezt követni, mert tényleg most már havi szinten legalább egy olyan hír szembe jön az emberrel, az átlag hírfogyasztóval, hogy újabb akkumulátorgyár építését kisebb nagyobbat jelentheté be. Most így 2024 elején van arról adat, hogy hány ilyen gyár épül a tervek szerint Magyarországon? Hát attól, attól függ, mit számítunk ide, mert az értéklánc az, az tehát nyersanyag, bányászat, feldolgozás, cellagyártás, modulok összeszerelése, elektromos autógyártás és utána a hulladékfeldolgozásból áll, tehát ez egy, ez egy, ez egy nagyon összetett értéklánc, tehát talán ilyen 40-50 cégről tudunk ennyit eddig, és, és, akkor erre az állami támogatásokat azt, az soha nem szokták nagyon hangosan hozzátenni, hogy akkor, amikor bejelentenek egy ilyet, akkor mennyi állami pénzt kapnak, de úgy kell számolni, hogy, hogy minden egyes alkalom, amikor bejelentik azt, hogy nem tudom, egy ilyen 3000 milliárdos beruházás érkezik, akkor, akkor tudható, hogy annak alsó hangon van egy, egy, egy 10-15 százalékos adófizetői támogatás, ami, ami azzal együtt jár, és nagyon fontos, hogy amire rámondják, hogy mondjuk 3000 milliárd, akkor az a gyártósor, az a 3000 milliárd, a, a konkrét pénzt az pedig az állam rakja bele közvetlen támogatásként, tehát a, azt a, a CETL esetén a 320 milliárdnyi támogatást mondanak eddig, majd meglátjuk, hogy az Európai Unió ezt jóvá hagyja, illetve még ezeken felül vannak az infrastruktúrális beruházások. Ezt akartam mondani, hogy az utak felújítása Így vagy van, és az, az, az. az még, tehát, hogy 15% a közvetlen támogatás, és egy 15-20% még hozzájön a, a, az infrastruktúrális támogatás együtt, és, és, ezek az infrastruktúrális támogatások ezek azért problémásak, mert mert, 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 tudjuk azt, hogy a, a magyarországi víz vagy energiainfrastruktúra igazából nagyon rossz állapotban van, tehát a, a lakossági infrastruktúra, minden nyáron vízkorlátozások vannak, gyakoriak a csőtörések, akkor a víz, vízkoalíció az végzett egy számítás, tehát több mint 50%-a a, a vízhálózatnak elavult és felújítása szorul. És, és tulajdonképpen 300 évbe telne Így mindennek van. a felújítása, és ugye a folyamatos csőtörések miatt a, a teljes vízhálózatban megforduló vízmennyiség legalább egy harmada az nem, az nem ott végzi, ahol annak. Igen, és hát, hát ugye az a probléma, hogy, hogy amikor ezek az extra infrastruktúrális igények felmerülnek, akkor ezek versenyeznek. A, 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 lakosság igényekkel, és azt látjuk, hogy abszolút a, a prioritást ezek a típusú beruházások kapják, tehát amikor, ö, amikor nem, két éve volt arról szó, hogy, hogy a velencei tavat regenerálni kellene, ö, és arra kellene 40 milliárd, arra nem volt 40 milliárd, de a, a SK Iváncsai gyárának, a, víz vízhálózatának a fejlesztésére pont volt 40 milliárd, és, és, és ugye ezek, ezek, egymással versengő projekteknek tekinthetők, és jól lehet látni, hogy, hogy, hogy mik a kormányzati prioritások. Beszélgessünk egy kicsit a kormányon kívül azokról a problémákról, amiket felvetett. Importált technológia, ezt a részét értem, hiszen Magyarország nem, nem akkumulátor nagy hatalom már, mint ami a technológiát érinti. A víz és az energia szükséglete az akkumulátorgyártásnak, az pontosan hogyan érthető, hogyan elmagyarázható egy olyan átlagembernek, mint nekem, aki maximum annyit tud, hogy az ő autójába, független attól, hogy ez nem egy elektromos autó, van benne egy akkumulátor, ami hogyha lemerül, az baj. Tehát mi kell, mi kell ahhoz, hogy a végén egy működőképes akkumulátor lejöjjön a gyártósorról? Mennyi víz, mennyi energia. Oké. Okay. Uh... Az energiaigényt azt úgy lehet megérteni, hogy 1 kWh óra akkumulátor kapacitáshoz 40 kilovatt energia kell, ennek a fele áram és ennek a, a fele gáz. És akkor az akkumulátor gyártás folyamata, ugye ez kezdődik a cellagyártásról, ahol a anódot és a katódot állítják össze, akkor ezeket a cellákat modulokkal szerelik össze, és akkor a modulokból építik fel az akkumulátor. Tehát ezek az akkumulátorok ilyen 3-500 kilók, és nagyjából a. A, a teljes alvázat elfoglalják az elektromos autókba, amik így egyébként sokkal nehezebbek, mint a, a hagyományos benzines autók, tehát egy ilyen 30%-kal nehezebb autók. Ö, és nagyon fontos, hogy a technológia az folyamatosan fejlődik, tehát ez a, ez a 40-szeres szorzó, ez, ez valószínűleg fog lefelé menni. De ha de jó ez jól értem, még ezt... így is nagyon sok, tehát, a, a, tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk egy 100% gigawatt órányi gyárnak az energia szükséglete az, az mondjuk 4000 gigawatt órányi. Orány, Ezt már és szerintem egy átlagember elképzelni sem tudja. Igen, 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 igen. Tehát ez a, a paksi éves teljesítményének a negyede. Tehát ez nagyon sok. És akkor, és akkor nagyon fontos, hogy Magyarország energiaimportőr, tehát a, a gázt azt importáljuk Oroszországból és még az elektromos áramot is 20 30 van importáljuk és hát azért is problémás mert hogy ehhez nem csupán az áram szükséges hanem ehhez hálózat is szükséges tehát amikor, amikor ekkora terhelés tehát hogy ekkora Mennyiségű energia kell, akkor, akkor hozzá kell építeni a, a hálózatot. És is. ugye ez azért is nagyon érdekes, mert nem régen volt itt nálam a Napelem-Napkollektor Szövetség elnöke, aki azt mondta, hogy nagyon sok embert azért nem engednek a saját napelemével fölcsatlakozni a hálózatra, majd csak évekkel később, mert az infrastruktúra nem bírja el, és hogy nem tudják ezt ilyen mértékben fejleszteni, többek között az elmúlt évek meg a rezsicsökkentés hatására, amikor ezek a fejlesztések elmaradtak. Ezt a részét értem, de azt akkor jól értem, hogy ha úgy számolok, hogy beépítenek egy ilyen akkumulátort egy elektromos autóba, ez 40-szer lemerül és föltöltik, onnantól kezdve kvázi már visszahozta az árát. Tehát amennyi energiába ez került, hogy előállítsák, ugyanazt az energiát ő már használatban is megtette, innentől kezdve valamennyi, legalább kevésbé környezetszennyező. Próbálom úgy megérteni, hogy értem, hogy sok energiába kerül előállítani el 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 valamit, de azután energiát tárol, használ föl, ezáltal mondjuk a benzinnél egyel optimálisabb. Mert ugye az adásról arról beszélgettünk, hogy az elektromos autót kritizálók vagy ellenzők legnagyobb problémája az az, hogy az ökológiai lábnyoma az elektromos autó legyártásának leginkább az akkumulátor miatt hatalmas. Amikor használják, akkor fantasztikus, csodálatos, ökológiai lábnyom minimális, majd utána, amikor ez az akkumulátor kapacitás csökken, vagy tönkre megy, vagy bármi történik vele, utána megint csak hatalmas környezetkárosító hatása lesz. Ez a kritika, ez jogos? itt, itt sok, sok minden összekeverítik, tehát ez, ez, ez nem azt jelenti, hogy akkor 40-szer használja az elektromos autót. Hát nem tölti vissza, hiszen... Már, és, és már be, be is hozta, tehát ez csak a, a cella legyártásához szükséges szorzó, és igazából ez a gyártásenergia szükségletét jelenti. Hogy összességében a, a, az elektromos autóknak a klímára gyakorolt hatása az, az, az mennyivel jobb, mint, mint, mint a hagyományos benzines motoroké. Erről sok számítás van, és, és nagyon függ attól, hogy az elektromos autók gyár, az akkumulátorok gyártásához és utána az akkumulátorok töltéséhez honnan származik az energia. És akkor így a, a szakirodalomban úgy szokták, hogyha, hogyha az akkumulátorcellát Kínába állítják elő, ahol, ahol a, az előállításhoz szükséges energia szénből keletkezik, tehát ott, ott mondjuk az elektromos autó az életciklusa során mondjuk úgy 10-15 kal kevesebb szindioxidot bocsát ki, mint a, mint a hagyományos benzines autó, tehát igazából ez nem egy akkora megtakarítás. De ott a svéd és, modell. De ott a svéd modell, a svéd modell az pedig arról szól, hogy ott száz százalékban megújuló energiaforrásból ö, biztosítják, mint a gyártáshoz szükséges energiát, mint a töltéshez ö, szükséges -e energiát, és akkor ott már lehet olyan számokra jutni, hogy 50-60 százalékkal kisebb a károsanyag kibocsátás. Bocsánat, Na, Magyarországon van erre törekvés, hogy például napenergiát használják, Elvileg a gyártáshoz. igen, igen. Tehát az, az európai szabályozások azok, azok arról szólnak, és egy nagyon szigorú akkumulátor szabályozást fogadtak el tavaly nyáron, hogy kifejezetten egy, egy QR kód rögzíteni kell azt, hogy a gyártáshoz mennyi energiát használtak fel, milyen forrásból, tehát igen, ebből próbálják rászorítani arra a cégeket, hogy zöld energiát ö, ö, használjanak, de a számítások, amikről, tehát hogy, hogy mekkora a mennyivel kevesebb káros anyagot bocsátanak ki ezek az elektromos autók, azok a számítások azért bonyolultak, mert ugyanolyan tömegű autókat hasonlítanak össze, de már említettem azt, hogy az elektromos autók azok az akkumulátor súlya miatt egy 30%-kal eleve nehezebbek, ráadásul ami még az elmúlt években Európában látszik, az az, hogy, hogy miután az elektromos autók sokkal drágábbak, tehát kvázi luxuscikknek ö, tekinthetők, emellett rengeteg állami támogatás van rájuk, tehát a cégek ráálltak arra, hogy, hogy ó, hatalmas méretű luxusautókat gyártanak elektromos ö, autóként, ö, és, és, azoknak a kibocsátása már valószínűleg jóval nagyobb, mint, mint, mint a jóval kisebb benzines autóké. Tehát, hogy mit mivel hasonlítunk össze, az egy, az egy, az egy nagyon érdekes kérdés a számításokban. Úgyhogy, úgyhogy nem igazán lehet ezt, ezt, ezt olyan konkrétan kijelenteni, hogy oké, az elektromos autó az 30%-kal kedvezőbb a klíma szempontjából, mint a benzines, mert, mert még egyszer látható egy eltolódás a nagy autók irányába, és mondjuk akkor már egy közepes méretű benzines autó, az, 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 valószínűleg kevésbé káros, mint egy hatalmas méretű elektromos autó, de, de, ez, de, de még egyszer nagyon érzékenyek a számítások arra, hogy mit mivel vetünk össze volt szó itt uniós szabályozással, és akkor ezzel át is térnék az akkumulátorok utóéletére. Hiszen a legtöbb félelem emiatt van az akkumulátor hulladék, szemét, a, ezeknek a megsemmisítése, illetve újrahasznosítása, hiszen az Unió ezzel kapcsolatban is egy viszonylag szigorú elvárásokat támasztott, hogy 65%-ban ezeknek az akkumulátoroknak a tömegét illetően újrahasznosíthatóanak kell lenni. Ez reális ez a kitűzött cél. Értem, hogy van egy ilyen szabály, de hogy ez valóban betartható lesz a jelenlegi technológia mellett, ezen az egyik kérdésem. A másik pedig, hogy előfordulhat-e, hiszen ez is egy nagyon komoly ö, félelem több magyar település esetében, hogy ennek a feldolgozását, vagy a hulladék megsemmisítését majd szintén Magyarországra tervezik ezek a gyártók. Tehát a, a 2023. júliusi európai akkumulátor szabályozás az, az arra szolgál, hogy minél inkább arra szorítsa rá az akkumulátor gyártókat, hogy ebben a szektorban is a körkörös gazdaság elvei érvényesüljenek. Ez azt jelenti, hogy 100%-ban be kell gyűjteni a használt akkumulátorokat, és utána ezeket valamilyen módon újra hasznosítani. Tehát amikor elvesztik az akkumulátorok a, körülbelül a teljesítményük 20%-át, ez olyan 8-10 év alatt történik, akkor még lehetséges a, a második hasznosítás, például éppen a, a, napelemek mellé be lehet szerelni egy akkumulátort, ami, ami eltárolja Tárolja. az energiát, és akkor nem kell a, és akkor nem a hálózatot ter, terheli. Az, az energia többletet ott konzerválja. Így, így van, így van ö, csúcsidőben. De előbb-utóbb fel kell dolgozni ezeket, a, ezeket az akkumulátorokat, és, és ezt növekvő arányban kell feldolgozni, tehát meg egyébként viszonylag szűkös határidőn belül, tehát talán 2027-ben kell már 65%-ba a tömegét újrahasznosítani, és akkor ez 70%-ra emelkedik 2030 után és, és hát a, a, probléma, és erről írtam egy, egy friss cikkemben, ami a külgazdaságban jelent meg, a probléma az, hogy az úgynevezett pirometalurgia, ami egy viszonylag egyszerű eljárás, ami kemencében 700 és 1000 Piro, fokon égetés, elégetik, amihez, ami egyébként rendkívül energiaigényes, tehát az a 50%-át képes az akkumulátor tömegének feldolgozni, tehát az nem egy elégséges módszer, tehát szükség lesz Úgynevezett hidrometallurgiára, ami azt jelenti, hogy fokozat, folyamatosan különböző vegyi anyagok adagolásával kioldják a, az akkumulátorból a, a, a nehézfémeket. Ez rendkívül környezet hát tudatosnak ez... és biztonságosnak tűnik? Hát ez, ez rengeteg vizet igényel, annyi vizet, mint, mint, mint a cellagyártás, és hát rengeteg vegyi anyagot. Ami, ami valahova elszivárog, és óriási mennyiségű szengvizet is termel, tehát ez megterhelő a környezetnek, ö, és, és ennek elég alaposan utána néztem, és, és a jelenlegi technológia mellett ö, ennek a tevékenységnek a, a szükséglete az nagyjából ugyanaz, mint az akkumulátor gyártási, tehát miután ez ö, üzletileg csak, csak nagyon korlátozott feltevések mellett nyereséges tevékenység, tehát nagyjából a a, a tanulmányok, amiket átnéztem ehhez, az, az nagy, a nagy része mind azt, az, az, arra a következtésre jut, hogy hogy várhatóan ez, ez veszteséges tevékenység, vagy nagyon-nagyon kis haszonnal működik csak. Tehát de mennyire veszélyes, mert a, a gazdasági szempont néven a cégeknek kell végezni, és nem állami feladat. De lesz. Ez, ez sajnos az, az, az egyik következtetés, hogy ők rengeteg állami támogatást igényelnek. A cégek között vita van arról, hogy akkor pontosan ez kinek a felelőssége lesz, a cellagyártóké, vagy pedig az elektromos autógyártóké, tehát ez még egy, ez még egy, ez még egy kérdés. És és, és, és szükségük van olcsó energiára, és olcsó vízre, és olcsó munkaerőre. Tehát nagyjából ugyanazokra a tényezőkre, amik, 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 a gyártáshoz szükségesek, és ami miatt Magyarországra jönnek ezek, a, ezek az akkumulátorgyártó cégek. És hogy Magyarországra jön-e jön az újrahasznosítás, én amellett érvelek a, 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 cikkembe, hogy igen, mégpedig azért, mert a, az akkumulátor hulladék, összetétel az első fázisban az a gyártásból keletkező selejt. Tehát először azt kell feldolgozni. Tehát mindig, amikor egy, 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 egy cég elkezd akkumulátorokat gyártani, akkor akkor elég nagy mennyiségben selejtett egy gyárt, amíg be, beállnak a, a, a gépek. És ezt a selejtet valahol fel kell dolgozni, és lehetőleg közel a gyártáshoz, mégpedig azért, mert a újrahasznosításnak az egyik legnagyobb költsége az szállítás. a szállítás. Az pedig azért van így, mert egy rövidzárlatos akkumulátor, ha kigyullad, akkor a teljes szállítmány leég és emiatt nagyon szigorú en szabályozások vonatkoznak arra hogy ezeket a veszélyes anyagokat milyen engedélyekkel és milyen módon és milyen csomagolással lehet szállítani és ezek olyan szigorú szabályozások hogy nagyon nagyon drága a szállítás és, és ebből adódóan tehát minél közelebb a gyártáshoz annál jobb. Na most tehát a selejt miatt mindenképpen szükség van. Lesz ilyen kapacitás. Kell, 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 hogy legyen ilyen Magyarországon, mert hogy ennek az alternatívája az, hogy hogy illegális módon lerakják ezt az akumot hulladékot valahol, és ez már meg is történt, tehát tavaly az átlátszó tárt fel, Ikládon, ö, Mocsán, Abasáron, számos esetet, amikor több száz tonna illegális akkumulátor lett letéve, nem újra feldolgozva, hanem egyszerűen oda letéve valahova az erdőbe, és ezt nyilván senki nem akarja, hogy, hogy ezek a nehéz fémek beleszivárogjanak a talajba, vagy kigyulladjanak a levegőbe, szíver menjenek, szóval, hogy, hogy mindenki ért hogy, hogy, hogy valamilyen módon ezt fel kell dolgozni, és akkor tehát a selejtet mindenképpen lehetőleg közel a gyártáshoz, mert még egyszer a szállítás rendkívül drága, és, és a, a cikkemben még nem is írtam, de az Európai Unió egy olyan szabályozást is hozott, hogy a használt elektromos autót és a használt akkumulátort nem lehet kivinni Európából, sőt még az úgynevezett fekete masszát sem. A fekete massza az a, az a legértékesebb fémeket tartalmazó ö, katótpor, és ezt sem, lehet, ez sem lehet kivinni, tehát ezt Európán belül kell, ö, kell megoldani, és hát a, ott, ott, ott fogják megoldani, ahol, amú, ahol, ahol... Amúgy is tártkarokkal várják az akkumulátorgyárakat. Ahol amúgy is kiváló fel, körülmények vannak a gyártáshoz, tehát azok a kiváló körülmények a hulladék a feldolgozáshoz is, és például ami most Soskúton folyik vita, hogy az Andrada cég oda települjön akkumulátor hulladék feldolgozó cég. Itt a nagyságrendekről beszélünk, 10 milliárdos beruházásra kap 4,7 milliárd magyar adófizetői pénzt azért, hogy egy ilyen tevékenységet végezzen, és hát a helyi lakosok nagyon erőteljesen tiltakoznak ez ellen. És hát az a kérdés, hogy, hogy amikor az, a kormányzat kiteszi a, tehát ugye a magyar gazdaságot erre az egy szektorra építi, akkor hogyan fog tudni ellenállni azoknak a követeléseknek, hogy akkor mi szeretnénk ide hulladékfeldolgozást is, mert szükség van rá? Ha már ez a, az egy lapra rátesz minden tulajdonképpen a magyar kormány felvetés volt, akkor végezetül egy kérdésem volna, hogy bejöhet -e ez? ez a stratégia a magyar kormánynak. Tehát lehetséges-e, hogy annyira egyértelmű, hogy ebbe az irányba megy a, a világ, hogy ez a fajta technológiai kockázat, de sokkal kisebb, mint amit most prognosztizálnak a változók miatt. Illetve, hogy milyen hosszú távú hatása lesz ennek, még nagyon sok mindenről kellett volna beszélnünk, de a műsoridőnk elszaladt, úgyhogy azt gondolom, hogy, hogy talán ez a legfontosabb, hogy lehet -e ennek jó végkimenetele ennek az egésznek. Hát én nem látom, hogy ennek jó végkimenetele lenne. Ez bezárja Magyarországot a, a, közepes jövedelem csapdájába. Alacsony hozzáadott értékű tevékenységből nem lehet felzárkózni az Európai Uniós átlaghoz, ami mindig is a, a, Magyarország célja volt. Amikor az erőforrásokat elterelik egy ilyen szektorba, és eközben a hagyományos állami feladatokra, mint egészségügy, oktatás, szociális látás nem jut pénz, emiatt képzett magyarok százezrei hagyták már most is el az országot, helyette behoznak jellemzően általános iskolai végzettséggel külföldről vendégmunkásokat, akkor, akkor én egyáltalán nem látom, hogy, hogy ez, 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 milyen módon szolgálni a magyar gazdaság és a magyar adófizetők érdekeit. Az, hogy a cégek magas profitot realizálnak, az, egy, az ettől egy külön kérdés. Azt gondolom, hogy ezt a beszélgetést érdemes lesz folytatni. György Fudorok, köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk. Köszönöm a meghívást. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, továbbra is várjuk a véleményüket a komment szekcióba, és iratkozzanak fel a csatornánkra, ha eddig még nem tették meg. Most már több mint 5500-an vagyunk. Viszontlátásra!